meglepődtünk ezen az elismerésen, mert hogy mi most elsődlegesen arra koncentráltunk, hogy a Rábai utcai éttermünk, ami ugye már évek óta csillagos étterem, most, hogy ott séfváltás volt, illetve hát aki az eddigi segítője volt, úgynevezett sous-séfje a portugál séfünknek, egy Balágyi Eszter nevű lány vette át a konyhát, és most már ő az, aki ott irányítja a dolgokat, hogy, hogy a váltás után is minden rendben lesz, és nem lesz az, hogy esetleg akkor újra nulláról kell építkeznünk, és hát ezért ennek olyan örülünk, hogy sikerült újra ott is kiemelnünk a Michelin csillagot. Ugyanakkor arra nem is nagyon mertünk gondolni, hogy ilyen rövid idő alatt elnyerhetjük az új étteremmel, a Kotszegramtannal is ezt az elismerést. Ott abban mertünk csak reménykedni, hogy ha jó úton haladunk, akkor majd előbb-utóbb talán lesz esélyünk. De az, hogy alig több mint fél évvel a nyitás után már megkapjuk ezt az elismerést, ez valóban egy olyan meglepetés volt, ami hát persze nagyon jól esik, és nagyon örülünk neki, de nem is mertünk erre számítani. A másik része, hogy hát van egy egyáltalán recept, most ugye sokan kíváncsiak erre, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy egy két étteremmel is elnyerjük ezt az elismerést. Én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy igazából nincs semmilyen különleges recept nekünk, az volt a kezdetektől fogva a koncepciónk, hogy nem kötünk kompromisszumokat. Tehát mi megpróbálunk mindenből a lehetőségeink és a tudásunkhoz képest a maximumot kihozni, a legjobb alapanyagokkal, a legjobb szakemberekkel, a legjobb technológiákkal, mindenben olyan hozzáállással, hogy tényleg elégedett legyen a vendég a végén azzal, amit az éttermeinkben kap. Úgy tűnik, hogy szerencsére itt a Michelin teszterek is, hiszen itt ugye anonim számunkra ismeretlen tesztelőkről van szó, elégedettek voltak azokkal, amit tapasztaltak az éttermeinkben.